Szeptemberben a pízai világkupa versenyen bronzérmet szerzett a nyíregyházi kerekes székes vívó, aki akkor azt mondta, hogy bizakodva várja a paralimpiai kvalifikációs versenyeket. A 10 viadalból álló sorozat első állomása Egerben volt, ahol több mint 200-an vágtak neki a 2024-es párizsi ötkarikás játékokig vezető útnak. Mivel Tarjányi István a harmadik helyen áll a világranglistán, csak a csoportküzdelmek után kapcsolódott be a versenybe. Kiemeltként érkeztem a versenyre, és ez sokat segített, mert az első két körből kimaradtam, de hát azonnal tudtam koncentrálni az egyenes kieséses szakaszra, és a 16-ban kezdtem el a vívást, és utána jutottam a folyamatosan döntőig. Már a 16-ban, sőt, utána már a 8-ban is tényleg nagyon erősek voltak. Két franciával kezdtem, utána, vagyis egy angol volt a 16-ban, utána két francia, és a döntőben pedig a lengyel Castroval vívtam. Castrót, a tokiói paralimpia bajnokát 15-11-re győzte le Pákei Béla tanítványa, aki először múlta felül a lengyel vívót. Mint a mesteredző elmondta, a felkészülés során gyógytornász és pszichológus segítségét is igénybe véve igyekeztek a legjobb formába hozni tanítványát. Az érzéseim azok mindig vegyesek egy verseny előtt. A felkészülés rendben volt, István fejlődése az teljesen folyamatos, a hozzáállása az teljesen profi. És hát azért tudomásul kell venni, hogy egy ilyen kvalifikációs világkupán a 8-ba bejutni már nagyon nehéz. Érmet nyerni az már nagyon-nagyon nehéz, és megnyerni egy ilyen versenyt az fantasztikus. Szerintem ezt túlságosan nem kell cizellálni, hogy ez mögött egy mekkora teljesítmény van István részéről. Én azt gondolom, hogy a profi válásnak most egy hatalmas gátját szakított át azzal, hogy hatalmas küzdeni tudással és óriási taktikával, technikával, már majd, hogy nem így a bravúros, virtuóz akciókkal tudta meglepni az ellenfeleket, és ezt mind hazai közönség előtt, és ez káprázatos volt. Egerben a szintén nyíregyházi Csépke Bence a csoportküzdelmeken túljutva a főtáblán vívhatott, és végül a 20. helyen végzett. Tarjányi István nem sokat pihenhet, mivel a jövő hét elején Lengyelországba utazik, ahol a varsói Európa-bajnokságon képviseli majd a magyar színeket.